Láncsóki Önkormányzat képviselőtestülete nevében nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ezen a szép őszi napon megtisztelte rendezvényünket. Október közepén, az őszi munkák időszakában különösen sok tennivalója lenne mindenkinek. Önök mégis a munkát félretéve a közös ünneplést választották velünk. Köszönet érte. Miért is gyűltünk ma itt össze? Ebben az évben az egész ország, a magyarság Petőfi születésének 200. évfordulóját ünnepli. Ennek keretében pályázatot hirdettek, amin önkormányzatunk sikeresen 3 millió forintot nyert. Ebből 1 millió forintot a Petőfi 200 programsorozat megvalósítására. Kezdődött március 15-én az iskola ünnepi műsorával, és az emlékmű koszorúzásával. Kokárda készítő versenyt hirdettünk, és az elkészült munkákról kiállítást tartottunk a könyvtárban. Egyéb alkotói versenyt hirdettünk, eredményei a Népházban lévő kiállításon megtekinthető. A könyvtár szervezésében Így emlékezünk Petőfire címmel verseket mondhattak a Láncsókiak videóra, és a Facebookon került minden nap egy lejátszásra. Zárásként ma a vegyeskar előadásában egy emlékműsor tekinthető meg a Népházban. Mielőtt sort kerítenénk a felújított emlékmű átadására, egy fát szeretnénk ültetni az utókornak, mert aki fát ültet, az bízik a jövőben. És megkérném a polgármester urakat, illetve a polgármester urakat, hogy szíveskedjenek elkezdeni a faültetését. Az előkészítés során sokat gondolkodtunk, milyen fa illene legjobban ebbe a környezetbe. A Petőfi 200 jubileumi évben a 48-as emlékmű környezetébe egy körtefa a legalkalmasabb. Most bizonyosan csodálkoznak, egy körtefa. És miért? Igen, mert ez nem akármilyen fa, hanem Petőfi körtefája. Petőfi körtefája a magyar irodalom egyik legkülönlegesebb gyümölcsfája. A költő utód, Kányádi Sándor a múlt század 50-es éveiben Haldoklik az öreg tanú címmel írta róla. Versének kezdősorai kerültek Székelykeresztúron arra a körtefa csonkra, amely már akkor a végét járta. Többen láthattuk ezt Székelykeresztúron, akik
Erdélybe jártak. Így szól. Haldoklik az öreg tanú, Petőfi vén körtefája. Az beszélik, ő látta volt versét érni utoljára. A nevezetes körtefa az egykori gyárfás kúria kertjében állt. 1849. július 30-án este a fehéregyházi csata előtt itt töltötte utolsó estéjét. Az öreg körtefa Petőfi egyetlen élő tanúja, emlékszik vissza Mikó Imre is, Petőfi egyik legjobb kutatója az 1970-es években. Mondják, hogy a gyárfás család időnként marhavérrel öntözte meg a tövét, és így maradt meg. Nem egyszer ültettek mellé a fiatal csemetét, de nem fogant meg. Ígérem, mi nem fogjuk marhavérrel öntözni. A tündérkertben Kovács Gyula, porszombati magyar gyümölcsfafajta nemesítő begyűjtötte, és tovább oltatta a körtefa utódainak termőágát. A hajdan volt gyárfás kúria eredeti körtefájának utódát, melyet még a 19. század második felében mentett meg egy lelkes, Petőfi kultuszt ápoló Székely atyafi. A fa gyümölcséről jelenleg annyit tudunk, hogy lédús és igen ízletes, egyszínű sárga őszi körte, szép és csábító felülettel. Ezt a körtefa csemetét sikerült beszerezni, és most a méltó környezetben elültetni. Ez nem csak egy körtefa, hanem igen becses történeti emlék. Kérek mindenkit, vigyázzunk közösen rá, óvjuk, védjük, gondozzuk, és talán pár év múlva a gyümölcsét is megkóstolhatjuk. És úgy látom, be is fejezték, szerintem tapsoljuk meg őket, hát ha jobban megerednek. Köszönjük szépen! Az 1848-1849-es polgári forradalom és szabadságharc eseményei ténylegesen harci eseményekben nem érintették Láncsókot és környékét. A nagyobb jelentőségű csaták elkerülték Baranya vármegyét is. A láncsókiak elsősorban a közeli Mohácsról értesültek a fejleményekről. Mindemellett említhető itt is a nemzetőrség felállítása, honvéd toborzások, a népgyűlések. A falu bírója ekkor Hackenberger József volt. Mégis ki kell emelni, hogy a láncsókiak nem maradtak közömbösek 1848 eszméjéhez. Bizonyítja ezt az is, hogy a faluból 19 fő honvédként vett részt a szabadságharcban. Közülük Dalos József, Hegedűs Ferenc magyar nemzetiségű, Weber Ferenc, Nett Jakab német nemzetiségű, és Nikolics Antal horvát nemzetiségű katona ismert. A falu minden nemzetisége harcolt az ország szabadságáért. Nekik és az 1848-as szabadságharcban harcoló, életét vesztő honvédoknak állít méltó emléket a szobor. Az emlékmű 1948-ban a szabadságharc 100. évfordulójára készült közadakozásból a láncsókiak keze által társadalmi munkában. 75 év telt el azóta, és az idő vasfoga kikezdte. Több alkalommal lett kezelve, átfestve, javítva, de az állaga sajnos tovább romlott. A pályázati lehetőséget kihasználva döntöttünk a felújításáról. Célunk, hogy a lakosság által emeltetett emlékmű méltó megjelenést kapjon Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából. Tisztelt ünneplő közösség! A pályázatban vállalt kötelezettségünket teljesítettük. Megújult a talapzata, új táblák kerültek fel, az egyiken Petőfi portréjával, a másikon a felirat és a címer újult meg, felújításra került az emlékmű teljes felülete, a tetején lévő betonkupola rézzel lett lefedve, és egy új zászlórúd is elhelyezésre került. A felújítási munkát a Walter BT végezte. Köszönet a munkájukért. A krónika szerint Petőfi Sándor járt ezen a környéken. Még vándorszínész korában ellátogatott Mohácsra is. És az sem kizárt, hogy ekkor elhaladt Láncsók előtt. Esetleg betérhetett a falu szélén álló úgynevezett muszpli fogadóba.
Tehát Petőfi itt járt, és ma is itt él köztünk. Ennek szellemében a felújított emlékművet átadom. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Vas Albert, gyertyaláng, átirat. Emlékszobor, aranyló nevek rajta. Mögöttük izzó vérpiros csaták, mögöttük sajgó, megtört életek. Síró gyermekek, síró anyák. Sok régi ház hiába várja őket, s fehér csöngyével sok fehér falu. Üzenetet nem hoz többé felőlük fehér felhők közt a vándorban. Nem járnak többé esténként csodálni kalászhullámon tékozolt csodát. Bús hazájuk elvégzett csodáit magukkal vitték, s most őrzik tovább. Ki hinné el, hogy minden név mögött tervek izzottak, és célok lobogtak, s hogy álmodozva mint megannyian vérünk titkának hordozói voltak. Küzdtek, lemondtak, aztán újra küzdtek, vágytak, csalódtak, és megint reméltek. Ki hinné el, hogy életük rögén ők is csak így torz meséket éltek. Nyugosznak mind. A vérüket beszívta kalásztermű, szomjas ajkú föld. Mögöttük összedőlt a szörnyű Bábel, s ami még nem volt, az is összedőlt. Testvér, ki alszol ismeretlen sírban, s megbékélt arcod nem láttam soha. Álmod tovább az elnémultak álmát, csöndes testvérem, halott katona. Emlékszobor, aranyló nevek rajta, nevek mögött egy hallgatag világ. 19 lánycsóki honvéd, akinek a sírján nem terem. Thank you.
Időpontjait és helyszíneit, 1848-49-es szerepvállalását, az anyám tyúkját, vagy éppen a nemzeti dalt. De Petőfi nem csak azért fontos, mert nélküle nem lenne március 15. Sok minden másért is fontos. Szerényebb lenne nemzettudatunk. Egyel kevesebb nagy figurája lenne az amúgy elég tarka a magyar irodalomnak. Szegényebbek lennénk sok szép verssel és anekdotával, valamint számtalan Petőfi emlékhellyel, és szegényebbek egy nagy példaképpel. Petőfi népszerűségét és elpusztíthatatlanságát sok száz szobor, emléktábla, ünnepség jelzi. Fontos része ez az ember nem csak múltunknak, hanem jelenünknek is. És ez a mai világban nem kevés. Petőfi él, és élni fog. Ez biztos. Nem az a kérdés, hogy hol és mikor született valójában, hol és mikor halt meg, mert Petőfi már születése előtt jóval létezett az űr, melyet születésével betöltött, régóta ilyen emberért kiáltott, és születése után 200 évvel is még elevenen él. Hanem az a kérdés,
milyen szerepet kap ő valójában a magyar történelemben és irodalomban, az emberek kollektív tudatában és a szívében. Mert Petőfi egy szerethető ember, romantikusan nagy tervekkel, küldetéstudattal, kalandos élettel, sok csavargással és rengeteg verssel. Köztük néhány igazán felülmúlhatatlannal. A gyerekeknek, amikor Petőfiről mesélek, a költő életrajzi dolgait, irodalmi, történelmi jelentőségét úgy hangsúlyozom, hogy megkérem őket, képzeljék el ezt az embert ma. Ismernek-e 16-18 éves gyerekeket rokonságban, barátok közt? Igen, válaszolják. El tudják-e képzelni róluk, hogy katonának vagy vándorszínésznek álljanak, bebarangolják családuktól távol az egész országot? Nem. Ismernek-e 25 éves fiatal férfit? Igen. Képesnek tartanák-e a nemzeti dal megírására, egy ünneplő tömeg lelkesítésére, egy forradalom kirobbantására? Nem. Mai 20 éves emberekről el tudják-e képzelni, hogy feláldozzák magukat a haza oltárán, hogy inkább harcban halnának meg, mint egy beteg ágyban, hogy előre tudják sorsukat és bátran szembenéznek a halállal, mert az ügy, amiért küzdenek, a hitük, nem ismer semmiféle félelmet. Nem. Senki ilyet nem ismernek. Hát pontosan ez az, ami Petőfi Sándor igazi nagyságát mutatja. Az, hogy ma el sem tudjuk képzelni egy 21 néhány éves férfiről, hogy így is lehet élni, halni. Hogy vannak egyáltalán olyan emberek, akiknek nem saját maguk a legfontosabb, hanem készek tenni egy nemzetért, egy szabad Magyarországért. Hitt a nagy eszmékben, és képes volt félretenni egyéni érdekeit, hogy a társadalom jobbításáért cselekedjen. Összefoglalva, nem kérdés, hogy Petőfi forever. Petőfire ma is nagyon nagy szükségünk van. Vidéken, vagy nagyvárosban, akárhol. Az emberek roncsok, a társadalom széttagolt, a világ beteg. És mivel manapság már nem születnek ilyen emberek, azért, és pont azért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy holta után köztünk élve is a segítségünkre legyen. Tisztelt vendégeink! Ebben a szellemben készült a kibővült Láncsóki vegyeskar a mai zenés irodalmi Petőfi estre. Fogadják tőlünk nagy szeretettel. A vegyeskar vezetője Weiss Ritlinger Rita, aki az első műsorszámot énekelte. Címe: Egy fiatal költő emlékére. A narrátorok: Katzenberger Szilvia és Valgáni Leidekker Éva néhány Petőfivel kapcsolatos érdekességet villantanak fel a zenei betétek között. Az est folyamán szólót énekelnek Albrecht Gyöngyi, László Norbert, Léberné Karapáncsi Beáta, Marsainé Szabó Gabriella, Muk Ferenc, Németh Ferenc, Varga Kata, Vargáné Dara Aranka, Weiss Ritlinger Rita. Abban megállapodhatunk, ugye Évi, hogy Petőfi versek tengerét írta a népszabadság és a szerelem témában. De egy kis epigramma, amit egyik kötete bevezetőjeként szánt, a legtisztább megfogalmazás mind közül. Kérlek, idézd fel ezt nekünk. Petőfi Sándor, szabadság, szerelem. Szabadság, szerelem. E kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom az életet, szabadságért feláldozom szerelmemet. Petőfi ebben a versben úgy látja, hogy a két cél, szabadság és szerelem, két különálló szerepet kíván, és a szerelmes fél és a lépvezért forradalmárként való közszereplés nem fér meg együtt. Most pedig következzen egy Bródi János és Koncz Zsuzsa dal. Témája és címe mi más lehetne, mint szabadság,
Szerelem. Sikertelen szerelem következett a költő életében. Megismerte Mennyászki Bertát, a szép, szőke, gödöllői lányt, akinek 1845. szeptemberében megkérte a kezét. A gazdag lány apja, aki előkelő, büszke földbirtokos volt, hallani sem akart a házasságról a poétával. A 22 éves költő természetesen azt hitte, hogy igazán szerelmes, pedig inkább csak a szerelmi költészetéhez talált egy újabb múzsát. A Berta szerelem ihlette 39 vers közül az egyik legszebb darab, a Fa leszek, ha című 8-szoros kis dal. Hallgassák nagy szeretettel!
kezdetben volt bonyodalmas, hanem a nagy ő esetén is. Szendrei Júlia kezét nem volt könnyű megszerezni. Egy nagykárolyi negyeváron ismerkedtek meg. Petőfi hiába kérte meg többször is a lány kezét az édesapjától, az első két alkalommal visszautasítást kapott. Kevesen tudják, hogy a várakozás időszakában Petőfi majdnem elvett hirtelen felindulásból egy debreceni színésznőt, Prielle Kornéliát. Ennyire rajongott a színészetért. A szükséges papírok azonban nem álltak rendelkezésre. Szerencsére Júlia megértően visszanyúlt a kicsapongáshoz, mivel a meggondolatlan lánykérés hátterében egy Petőfi fülébe jutott pletyka állt, miszerint jövendőbelie máshoz készül feleségül menni. Végül 1847. szeptemberében házasodtak össze. A mézes heteket Corton töltötték egyetlen arisztokrata barátjának, gróf Teleki Sándornak a birtokán, aki kölcsön adta erre az időre a kastélyát. Szeretnék egy ilyen arisztokrata barátot? Akkor nem korfulladtam volna rászukon. Nem titkolom, hogy Petőfi költészetének egyik legismertebb szerelmes verse fog jönni. De még előtte mindenképpen megemlíteném, hogy Petőfi teremtette meg a magyar irodalomban a hitvesi lírát. Más költőink a feleségükhöz nem írtak verseket. Legfeljebb csak az udvarlás idején, amikor még ostromolták a hölgyet. Bár nekem sem az udvarlás alatt, sem a házasságunk során egyet sem írt a férjem. De nem is költő a foglalkozása. Igaz. A következő dal érdekessége, hogy a mézes hetek alatt született, mégsem a felhőtlen boldogság verse. Petőfi az élet, a boldogság, a szerelem mód mulandóságán mereng. Teli van kimondott és kimondatlan kételyekkel, balsejtelemmel. De Júlia is furcsa hangulatban volt a szeptember végén című vers keletkezésének idején. Aznap este ezt írta a naplójába. A bércek, mint szerelem nélküli jegyesek, néznek erre sötéten, komoran. Fejeiken a fehér pókoszorú, melyel őket eljegyzi már a közlegő tél magának. Én feljövök érte a sírvilágból,
az éj közepén, s onnan leviszem azt, letörlei véle könnyőimet értem, ki könnyeden el a feledét hívedet, s e szív sebeit bekötözni ki téged, még akkor is ott is önkézed. Petőfivel kapcsolatban, amikor készültünk a narrációra. Talán még visszatérve a Júlia szerelemhez, hogy mi történt később a feleségével. Ugye Júlia nem tudta elfogadni, hogy férje meghalt. Kétes hírek miatt Törökországba készült, hogy nyomait ott kutathassa. Az utazáshoz útlevélre volt szüksége, amelyet hajlóval utasítása után egy osztrák császári tiszt közbenjárására kaphatott meg. A férfi állítólag érzékelve Júlia kiszolgáltatottságát, hatalmi helyzetével visszaélve megzsarolta őt. Vagy a szeretője lesz, vagy elintézi, hogy Júliát kiutasítsák az ország területéről. Ekkor a kétségbe esett asszony megbízhatónak tartott barátjához, a neves egyetemi tanárhoz, történészhez, Horváth Árpádhoz fordult segítségért. A férfi a megmentőjeként, még a gyászév letelte előtt, 1850 júliusában, titokban feleségül vette őt. Az alig 21 éves Júlia védelmet, biztonságot remélt második házasságától, fia és önmaga számára. Petőfi eltűnésének híre nemzeti gyászt. Özvegye Újfrigyének ténye azonban országos felháborodást, és így számára társadalmi számkivetettséget okozott. Júliának nem köszöntek. Korábbi barátai mind elfordultak tőle. Két lányuk és két fiúk született. Házasságuk azonban egy idő után megromlott, így 1867-ben úgy döntött, elköltözik férjétől. Akkoriban még más idők jártak, mint manapság. Egy ilyen döntést nem nézett túl jó szemmel a közvélemény. Júlia a különköltözést követő évben elhunyt. Temetését édesapja intézte. Sírjára, annak ellenére, hogy az asszony Horváth Árpád feleségeként halt meg, azt a feliratot vésték. Petőfi Sándorné, Szendrei Júlia élt 39 évet. A gyerekeket nagyon meg szokta lepni, hogy Petőfi rövid élete elképesztő részletességgel dokumentált. A naplójának és rendkívüli népszerűségének köszönhetően szinte napra pontosan ismerjük, hogy mikor merre járt, mit csinált és kivel találkozott. Az is megdöbbenti őket, hogy mivel költői karrierjét 18 éves korától számítjuk, hiszen ekkortól már újságokban is megjelentek művei, 8 év alatt mintegy 1000 verset költött. Ebből körülbelül 850 maradt fent az utókor számára. Évente ez átlagosan 125 vers megírását jelenti, tehát átlagosan 3 naponta írt egy verset. Az egyik fiam balkezes, ezért mindig megemlítem, hogy Petőfi balkezes volt, de mindkét kezével egyaránt jól tudott írni. Képzeld el, azt olvastam róla, hogy elég sokat sportolt. Jól vívott és remek evezős is volt. Szerencsére, mert egy kirándulás alkalmával régi ismerőse, Szűcs János rektor beesett a Dunába. Csak Petőfi lélek jelenlétének és ügyességének volt köszönhető, hogy a férfi túlélte a balesetet. Sőt, azt is megtudtam róla, hogy igenis hiú volt. Vagy csak remekül érezte a személyes brandépítés fontosságát, ahogy ma mondanánk.
Gyűlölte például a fényképeket, mert azokon nehezen lehetett utólag módosítani. Sokkal jobban kedvelte, ha rajzok és festmények készültek róla, amiket kedvére alakíthatott. Képzeld, tavaly 8-osaim, mivel kamaszok, folyton azt emelték ki Petőfiről, hogy imádta a feltűnést. Abban a korban, amikor a férfiak frakkot és kalapot hordtak, ő ragaszkodott a zsinoros Attilához és a kucsmához. Gyakran hordott fokost a kezében, és a korabeli beszámolók szerint nem a járdán, hanem az út közepén közlekedett. Persze rögtön rávártam, hogy ezt nem utánozzák. Hát, jól elbeszélgettünk, remélünk a nézők nem unták. De mi is következik a műsorban? Ah, egy kormoránnal, Virág nyílhat újra címmel. Elszállt egy hang, csendes lett a tér. Álomkép csupán, de máig elkísér. Hétköznap a lelkemben vannak csíkok, a piros, mint elszántság,
a fehér, mint vágyott tisztaság, a zöld, mint ő elkötelezettség. Szemmel nem láthatóak a lobogó színei, de jelen vannak. Emlékeim között a március 15-éknek illatuk, lendületük, muzsikájuk, sodrásuk és színük van. A szabadság jelét tűztük ki szívünk fölé, és a szabadság jelét tettük el dobozainkba, miután a biztos tűket kikapcsolva levettük kokárdáinkat. A szabadságnak csak is a jelét, mert a szabadságot ugyanúgy, mint Petőfi Sándort, nem lehet bedobozolni, kizárólag megélni. A következő dal elé illik egy 20. századi vers, amely mosolycsalóan banálisnak tűnhet, de mégis, hallgassák csak! Csorba piroska, a piros fehér zöld zászló. Amikor óvodás voltam, azt hittem, hogy a piros fehér zöld az Petőfi Sándor. Ha megláttam valahol, kiabáltam. Ott van Petőfi Sándor anya, meg ott is, ott lobog végig az utcán, az oszlopok és az üzletek oldalán. Azok a zászlók. Mennyi Petőfi Sándor? Természetesen ma már tudom, hogy Petőfi Sándor költő volt. És a költő egészen más, mint egy zászló. Tudom, hogy 1823-ban született. Anyja neve Rúz Mária, és hogy Segesvárnál elesett. Ahhoz képest, amit óvodás koromban tudtam, kész professzor vagyok. Mégis, mikor tavasszal fellobogózzák az utcákat, olyan kedvem lenne kifelé kiabálni magamból, hogy Petőfi Sándor mégiscsak zászló, és mennyi, mennyi Petőfi Sándor feszül a szélnek, hogy lobogjon. Hogy mi van rá?
Mindenki ismeri. Ez az a vers, amelyet gyermekkorunk óta minden évben hallunk. Ez az a vers, amelyet elszavalnak minden március 15-i ünnepségen. Ezért talán túlságosan megszoktuk, és nem hat ránk többé olyan elemi erővel, mint amilyen erővel keletkezésekor hatott. Mert ez volt az a vers, mely két nappal a születése után úgy szólván pillanatok alatt a forradalom indulója lett, a magyar Marseillaise. Hatásának titka persze az volt, hogy egy forró történelmi pillanatban pontosan azt fejezte ki, azt fogalmazta meg, amire a magyar hazafiak hatalmas tömegei a legjobban vártak, a szabadság gondolatát, hogy rabok tovább nem leszünk. Érdekesség lehet, hogy március 14-én este a Pilvaxban már ott volt Petőfi zsebében a vers, amit a költő eleinte vonakodott megmutatni a többieknek. Szikra Ferenc azonban rápillantott a kihajtott papírra, és el tudta csípni az első szavakat. Rajta magyar! A jobb gyakornok erre rögtön élt egy jobb javaslattal, mondván, hogy előbb talpra kell állítani a magyart, és csak utána lehet tovább biztatni. Petőfi ezt a tanácsot megfogadta, ám itt még nem ért véget a munkája. Az első sor eredetileg így nézett ki. Talpra magyar, most vagy soha. Az utolsó három szót aztán így módosította. Hí a haza. S már meg is született a mindannyiunk által ismert verzió. Hallgassuk csak! Yeah.
csapáink, míg szabadon éltek, haltak. Szóval a földben nem nyughatnak. Hogy a kormány az egyezkedés lehetőségeit kereste Bécssel,
Petőfit látszottak igazolni. Kezdetét vette katonai szolgálata. Feljebbvalói nem voltak elragadtatva tőle. Önfejű, makacs, mondták. Júlia gyereket várt. December 15-én meg is született fiúk, Zoltán. Áthelyeztette magát Bem erdélyi hadseregéhez. Bem fiaként szerette Petőfit. Azonnal segédtisztjévé nevezte ki, később őrnaggyá léptette elő. 1849 tavaszán gondjai ismét megszaporodtak. Előbb szüleit temette el, majd családja nyomorúságos helyzetén próbált segíteni. Szabadságot kért, s a vele szemben elfogult katonai vezetőkkel összekülönbözve a rangjáról is lemondott. Az orosz beavatkozás hírére csatlakozott ismét Bem hadseregéhez. A legmegfelelőbb pillanat ahhoz, hogy július 31-én életét áldozza Segesvár melletti fehéregyházi csatában.
országunknak igenis szép történelmünk van, amire jogosan lehetünk büszkék. Az évezredek pusztító viharában birodalmak tucatjai és népek százai tűntek el, ám mi, magyarok, még ma is lényegében változatlan identitással létezünk Európa közepén. A magyarság kapott jót és rosszat a sorstól. Ám mindig volt egy vezető, legyen az törzsfő, hadvezér, fejedelem, király vagy államférfi, akinek irányításával szabadságszerető népünk kedvezőbb irányba tudta forgatni a magyar történet kerekét. Mert a történelem már csak nekünk történelem. Azoknak, akik átélték, és nem egyszer az egész országnak, maga volt a valóság, a dicsőség és a kudarc, az élet és a halál. Petőfi születésével új korszak kezdődött. Noha akkor még senki nem sejtette, hogy a téli hidegben világra jött fiúcska úgy vonul be a történelembe, hogy 200 évet átívelő példaként áll ma is előttünk. Pedig példakép, nemzet összetartó példakép, határon túl is. Legyünk büszkék Petőfire, magyarságunkra, ez kötelességünk. Felemelt fővel. Egy-két versét elszavalni, és este általában mindig visszatenni az üveg mögé, ahol 364 napig megint pihen. Nézzük,
láttatjuk messziről, de nem nyúlunk hozzá. Hozzá kell nyúlni, és olvasni kell. Hiszem azt, hogy egy költő addig él, amíg olvassa az utókor a műveit. Ha nem olvassuk már Petőfi verseit, hiába beszélünk róla. A mai műsor talán hozzájárult ahhoz, hogy újra felfedezzük Petőfit, akinek a költészete határtalan, kortalan, bármelyik korban meg fogja állni a helyét. Azért, mert tökéletes, nem kopik. És ez a szép az egészben, hogy 200 évet átsző a költészete. Mint egy selyemszál, összeköti a magyarságot. Zsenialitása, robbanékony természete, tragikus sorsa és rövid élete megérinti az embereket. Mindenki lelkében ott van, szívünk bezártuk örökre. És ezzel, hogy bennünk él, a költő visszatér.
Köszönjük, kedves közönségünk! A szervezők és a szereplők nevében szeretném megköszönni, hogy megtisztelték a mai rendezvényünket. És hát ez a záró rendezvénye a Petőfi 200 programsorozatunknak. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik ebbe a programsorozatba bármilyen részen bekapcsolódtak, segítettek, szervezték, stb. Stb. Szándékosan nem mondok neveket, mert nem szeretnék kihagyni senkit. Higgyék el, hogy nagyon sokan dolgoztak ezen a rendezvénysorozaton. Hát a mai estéről csak annyit, nem tudom, hogy önök hogy érezték magukat, vagy ti hogy éreztétek magatokat. Nekem több szám hallatán a hideg futkosott a hátamon. Én úgy gondolom, hogy ma jó volt magyarnak lenni, és jó volt Páncsókinak lenni. Ebben a mai estében egyben zárul is a rendezvény sorozatunk, de engedjék meg, hogy megköszönjem azoknak, akik a mai estében bármilyen részbe bekapcsolódtak, részt vettek. Szeretném kiemelni Fogli Bétert és Fogli Mátét, akik a hangtechnika és a világítást mondták. Én úgy gondolom, hogy felemeljük ilyen minden. Mindannyiunk nevében szeretném megköszönni a vegyeskar vezetőjének, Ritának, aki ezt az egészet összefogta, betanította, levezényelte, óriási munkát végzett el. És engedjék meg, hogy még egy ilyen szerint is ajándékot átadjak annak, aki a teljes narrációt, az énekeket összeállította, és főszereplője is volt egyben a mai estének, Kata. Köszönjük a munkának! Kedves közönségünk, köszönjük szépen még egyszer a megjelenést, mindenkinek nagyon jó éjszakát kívánok!